Sziasztok! A mai napon egy újabb Glamour napi hollal jöttem nektek. Ez a 2020-as Corona Verzió Edition, mondhatjuk így is, és szerintem vágjunk is csak rögtön bele a videóba. Szóval, mielőtt elkezdeném bemutatni, hogy mit vettem, egy kis tapasztalat vagy vélemény megosztás következik. Nem tudom, hogy ki hogy élte meg az idei glamour napokat, biztos vagyok benne, hogy a legtöbb ember Irén azt választotta, hogy nem glamour napozik, vagy csak nagyon kevés helyet látogat meg. Mivel én azt tapasztaltam, hogy sokkal kevesebb ember volt bent a városba, illetve az üzletekbe is, és nem tudom, hogy azért, mert mindenki az első 2-3 napon próbálta lerendezni ezt az egész vásárlósdit, vagy egyszerűen csak úgy döntött, hogy most idén kihagyja, de el kell mondanom, hogy tényleg kevesen voltak. Viszont azt is el kell mondanom, hogy mivel én az utolsó előtti nap szombaton mentem, ezért most lényegesen kevesebb dolog volt, mint a többi glamour napokon ilyenkor szombattáján. Szerintem valószínűleg azért, ugye, mert nem voltak annyira feltöltve a készletek, meg ilyenek a boltoknak, mert nem számítottak ennyi forgalomra. Így nem is tudtam mindent megvenni, amit szerettem volna beszerezni, és igazából én magam se voltam most olyan sok helyen, voltak olyan helyek, ahol idén nem volt kupon, pedig eddig mindig volt, és hát egy kicsit szomorú voltam amiatt, de igazából nem bántam meg, mert tegyük hozzá, hogy igazából 4-4,5 óra szinte folyamatosan maszkba egy kicsit megterhelő az ember szervezete számára, az én véleményem szerint, és nem a legegészségesebb, főleg nem ilyenkor ennyi időt emberek társaságába tölteni. Valahol megtartották a másfél méteres távolságot, úgy az emberek próbálták kerülni egymást, valahol pedig egyáltalán nem érdekelték őket. Az üzletekben nagyon-nagyon figyeltek a maszk használatára szerencsére, szóval ezzel nem volt gond. És igen, ennyi az én kis tapasztalataimból, szerintem bőven elég volt. Lássuk is, hogy mit vettem. Nos, kezdjük azzal, hogy szerintem körülbelül ugyanennyi dolgot vettem a macskámnak, mint magamnak, szóval azokat most nem mutatnám be, mert hát igazából csak konzervek, meg szárasztápók, meg ilyen egyéb állatos kiegészítők, amik nem hiszem, hogy annyira érdekelnének titeket, illetve a sminkeket, amivel abból keveset vásároltam, azt most nem mutatom be itt, hanem majd egy újabb összegyűjtött sminkholba, mivel már készülnek, nem sokára kerülnek ki továbbra is a sminkholok, még nagyon-nagyon régről is. Szóval igen, ezt a két kategóriát most átugrom, és kezdjük az egészet a ruhákkal szerintem. Idén nem vásároltam annyi ruhát, nem is volt szükségem annyi ruhára igazából, mert nagyon sok ruhám van, viszont szerettem volna széjjel nézni, és találtam azért egy-két darabot, ami megtetszett. Idén próbálom egyre jobban bevezetni ezt a szabályt magamnál, hogyha felveszem, és nem szeretek instant bele a ruhába, akkor számomra az egy nem lesz, illetve hogyha egy kicsit is szűkebbnek érzem, vagy bővebbnek érzem, és nem vagyok benne biztos, az általában szintén egy nem lesz nálam. Szóval ezek szerint vásároltam. Az első póló, amit vettem, igazából főként a New Yorkerben voltam, ott választottam ki a legtöbb dolgot. Az első, ez egy ilyen Gossip Girl-ös felső, ami Serena és Blair van rajta. Volt egy másik fajta Gossip Girl-ös felső, viszont én ezt a fajtát választottam. A másik csak simán Gossip Girl-ös volt, rá volt írva, és fehér színe volt. Ez viszont fekete volt, és rajta volt a The Two Queen. Szóval úgy gondoltam, hogy ez lesz a megfelelő póló számomra. Amúgy is egy kicsit jobban szeretem a feketét, mint a fehéret magába. Szerintem egy nagyon praktikus darab nyárra is, őszre is, tavaszra is, télre is, szóval ez egy ilyen univerzális, egész éves felső. A következő darab már egy sokkal nyáribb, sokkal csinosabb darab, ez is szintén a New Yorkerből van, és mostanában nekem nagyon tetszik ez a stílus, szóval azért is gondoltam, hogy beszerzem ezt. Ez egy ilyen kis fehér, bál nélküli kis haspóló igazából, egy ilyen kis cuki kivágással, igazából semmi extra, de nagyon-nagyon aranyos, és imádom a pirosat. Ez a stílus is egyre jobban tetszik nekem, már egy jó ideje nézegettem. A következő dolog, az egy ruha,
és bevallom, ő átalakításra szorul egy kicsit, mert nem teljesen jó rám sajnos, viszont fel tudtam venni, és meg tudtam nézni, és nagyon-nagyon tetszett magamon, és mivel így instant beleszerettem a ruhába, már amikor megláttam, meg amikor felpróbáltam, úgy voltam vele, hogy tudunk ezen még alakítani, és ez egy ilyen cuki, pöttyös ruhácska. Nem sok mondani ne valóban róla. Nagyon aranyos, cuki, fekete, kék, feketés, kék, pöttyös, és ilyen masnis a megkötője. A H&M-ben néztem, és igazából meg voltam lepődve, hogy most mennyire nem találtam olyan dolgot, ami nagyon tetszett volna, vagy egyáltalán megkapta volna a figyelmemet, és igazából csak két dolgot vettem. Az egyik szintén egy ruha. Ez egy ilyen kis kockás verzió volt, egy hasonló a New Yorkerben, viszont ez jobban tetszett, és egyébként jobban hasonlít a pöttyös verzióra. Szóval ez csak ilyen sima, kis kockás, és ugyanilyen kis masnis megkötős a pántja. Illetve még egyetlen nadrágot vettem. Ez egy ilyen magas derekú nadrág. Én általában ilyeneket hordok. És egyébként meglepő a méretezés, mert két ugyanolyan méretű nadrágot vittem be, elvileg mind a kettő ugyanolyan fajta, csak más a színe, és az egyik jó volt rám, a másik pedig nem. Szóval így néztem is, hogy most mi van, de végül is őt haza tudtam hozni, és ilyen színű nadrágom még annyira nincsen. Ez egy kicsit világosabb, mint amilyen nekem van általában, de egyébként tetszik. Jártam a Müllerbe is, a Rossmannba is, ott is beszereztem egy-két dolgot. Egyébként a Müllerbe főként kajákat szereztem be, mert nem találtam ott a kedvenc hialuronsavamat, illetve elfelejtettem fogkrémet venni, amilyet szerettem volna, és sampont is, amilyet szerettem volna, szóval ez így na mindegy igazából. A Müllerbe beszereztem ezt az újrahasználható sminkeltávolító kendőt. Mostanában nagyon-nagyon népszerűek ezek, főleg a környezettudatosság érdekében ajánlott ezeket használni. Én még ugye nem próbáltam ki őket, de már egy ideje nagyon-nagyon élelődik bennem a gondolat, és most beszereztem ezt. Egész érdekesnek hangzik a gondolat, és remélem, hogy majd én is tudom ezeket a jövőben használni. Még a Rossmannban szereztem be ezt az adidasos dezodort, mert ez az egyik kedvenc deóm, nagyon-nagyon szeretem az illatát, és végre találtam belőle, mert a múltkor nem volt. Abban sem vagyok biztos, hogy ez ugyanez, amit használni szoktam, de... Várjunk. De ez ugyanaz. Az Isanától szereztem be ezt a mini szemfesték lemosót, ezt a két fázisú olajos szemfesték lemosót, kis micellás víz végül is. És én ezt utazásra szoktam használni, ezt viszem magammal mindig, és az első kis üvegcsét már elég jól elfogyasztottam belőle, szóval úgy gondoltam, veszek egy utánpótlást, mert ez mindig jól jön. Ki szeretném próbálni a Nivea Glow Rice Scrub arcradírokat is, ugyanis ezek nagyon-nagyon érdekesnek hangzanak, és nagyon cuki a csomagolása, azt tegyük hozzá, és ez biomálnás és organikus rizses. Nagyon-nagyon kíváncsi vagyok a hatására. A Müllerbe vettem ezt a L'Oréal Paris Sugar Scrub Glow Peeling, azaz ilyen lehúzós változatát. Nem tudom, hogy mit gondoljak erről, mivel se a Müllerbe, se a Rossmannban nem lehetett kapni Sugar Scrubokat már a L'Oréaltól. Nem tudom egyébként, hogy már kivonták-e a forgalomból, vagy miben. Remélem, hogy nem, mert akkor nagyon szomorú leszek, mert csodákat tesznek az arcbőrömmel. Szóval, hogyha még valahol találni fogok valamit, akkor tudja, hogy be fogok tárazni belőlük. Viszont erre nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy ugyanazt a hatást nyújtja-e, mint a rendes kis felkenős lemosós változata. Az Isanától vettem egy mangós fürdősót, mert rájöttem, hogy imádom a mangós fürdősókat, szóval beszereztem. Még egy újabb adagot. Az Isanától szintén vettem egy ilyen kis hab tusfürdőt, tusuló habot. Igazából milyen illata van? Itt azt írja, hogy narancs és vanília illatú. Egyébként kellemes illata van, egy kicsit olyan
furcsa a csomagolása, de egész megnyerő. Még most kísérletezek ezekkel a tusolóhabokkal, még nem tudom, hogy mit mondjak róluk egyelőre, de majd egyszer úgy is jön egy ilyen véleményvideó. Az utolsó ilyen szépségápolás termék az a Nature Box-tól van, ez a gránátálmás sampon. Ezt már korábban használtam, és nem is egyszer megvettem. Igazából ez egy olyan egész jó sampon a fejbőrömnek. Nem vagyok vele 100%-osan elégedett. Igazából egyetlen egy sampon sincs, amivel 100%-osan elégedett vagyok. Mondjuk úgy, hogy ő 80%-on áll, és a legjobb sampon eddig 90%-on. Szóval ezeket kombinálom, amikor hajat mosok, és úgy néz ki tűrhetően a hajam. Szerencsémre volt az Alpro-ra is természetesen kupon, és igazából nem sok Alpro-s terméket szereztem be, csupán két ilyen pudingot, egy vaníliásat, meg egy csokisat, mert ezek amúgy nagyon finomak, illetve egy kókuszmandula tejet, mert ez az egyik kedvencem. Ezen kívül még snackeket szereztem be, mint egy vaníliás kakakólát, vagy ilyen Leibniz kekszet, mert ezek olyan finomak. Terembe is egy hatalmas pók. Ezen kívül beszereztem még néhány proteinszeletet, ilyeneket, meg ilyeneket, mert szeretnék végre visszatérni a konditerembe, és nem csak itthoni edzéseket elvégezni, hanem végre a kettőt kombinálni, mert már nagyon hiányzik egyébként a konditerem, és konditerem után mindig szeretek egy ilyen proteinszeletet megenni, mert nagyon jól esik. Ezen kívül még két könyvet vettem összesen. Az egyik Sarah G. Maas-től a Throne of Glass üvegtrón című könyv, ami hát elég terjedelmesnek tűnik. Elég kíváncsi vagyok rá egyébként, mert jókat hallottam eddig róla. Hát majd meglátjuk. A másik pedig Cookie O'Gorman-től a Piszkos tánc nevű lolkönyv. Hát természetesen majd megvettem, mivel gyűjtöm ezt a könyvsorozatot. Úgy érzem, hogy most már kezdek egy kicsit kinőni belőle, viszont még határozottan nem nőttem ki ahhoz belőle, hogy megvegyem őket. Ennyi is lett volna ez a glamour napi hol. Tudom, hogy most ez nem olyan hosszú, meg kihagytam belőle egyes részleteket, meg hogy ez nem volt olyan izgalmas, de azért remélem, hogy tetszett nektek. Ha igen, akkor ne felejtsétek el lájkolni, vagy feliratkozni, ha még nem tettétek meg, és köszönöm, hogy itt voltatok velem. Találkozunk legközelebb. Sziasztok!